Kedves pár Magyarország! Nem is tudom, mikor volt már, hogy betértem az egyik spár egységükbe akciós sörért. Egyetemista vagyok, így ez gyakran megesik, ám ez az alkalom más volt, mint a többi. Már rögtön a bejáratnál egy gyönyörű hölgyet pillantottam meg. Egy pillanat alatt elvarázsolt. Nem mondom, hogy elfeledkeztem az akciós sörről, de tényleg egy nagyon szép teremtés állt ott velem szemben. És ez a szépség nem egy vásárló volt, és nem is az egyik dolgozójuk, ó nem, hanem egy gyönyörűséges, életnagyságú kartonpapír ördög Nóra. Azóta csak és kizárólag a Spár és az Interspár üzletekben vásárolok, csak hogy láthassam őt. Már az első találkozáskor tudtam, hogy vele akarok élni, ám ez idáig nem volt semmi ötletem arra, hogy hogyan közelíthetném meg. Fontolgattam, hogy ellopom, de hát mindig van körülött egy biztonsági őr, persze, nem is csoda. De most rájöttem. Ha haza akarok vinni egy lányt, előtt el kell kérni az apjától, és ez esetben, ha jól látom, önök lennének az apa. Tehát a kérdés, ami miatt írok. Ha megígérem, hogy jó gondját viselem, elkérhetem-e önöktől egy az becses kartonpapír ördög Nórát, hogy legyen ő az albérlet éke lakótársaim és önmagam tetszésére? Amennyiben a válasz igen, úgy kérem tájékoztassanak, és én már szaladok is akárhová e igen-igen széles fővárosban, hogy minél hamarabb hazahozhassam ezt a csodát. Amennyiben a válasz nem, úgy kérem vegyék figyelembe, hogy Nóra már egy felnőtt, önálló nő, és semmilyen jogok nincsen megmondani, hogy hol, kivel, mikor és mit csinál. Válaszokat előre is köszönöm, tisztelettel egy mérnök hallgató. Sziasztok! Meglepetés! Remélem örülsz. Hát örülök. Lefagytál? Hát, hello, én vagyok az a lány, akiben beleszerettél a Spárban. Én meg az ördög Nóri, szia. Hello. De megszűnt! Hello, az a pozitív.